Mitől minden idők legnépszerűbb filmje a Keresztapa? Hát nagyszerű színészek játszanak benne. Zseniális a forgatókönyv. Ez még kevés lenne hozzá. Tökéletes a zene. Valahogy sok építőkockából épül fel egy film, de azt lehet mondani, hogy a Keresztapa esetében minden a helyén van. A rendezés egyedülállóan kiváló, a színészek azok a legnagyobbak, és talán azon is túl, hogy a legnagyobbak nyújtják a pályafutások során. Nagyon nagyszerűeket, és átalakuláson mennek keresztül egyébként többen is, tehát csodálatos az, ahonnan mondjuk Al Pacino eljut A-ból B-be, tehát hogy hogyan érik meg a személyiség. Hát, jellemfejlődésről is lehetne beszélni, meg jellemzuhanásról is lehetne beszélni, persze ezt mindenki dönts el maga, ez már értelmezés kérdése. Elképesztő feszültség jellemzi a jeleneteket. Nagyon durva feszültség, az biztos, tehát ebben egyetértettünk, hogy az embernek a gyomra összeszorul néhány jelenetben. Nagyon erős lírája van a filmnek, amellett, hogy tökéletesen vannak megírva a dialógusok, és olyan mennyiségű konfliktus, olyan komplex konfliktus rendszer szövi át az egész filmnek a szövetét, hogy egyszer végignézni gyakorlatilag nem is lehet. Talán még azt is mondanám, hogy nem is érdemes. Tehát ha egyszer megnézed, kevésbé láttad, mint ha egyszer se láttad, mert kevesebbet értesz az egészből, hanem így, amikor már így negyedszer, ötödször láttad az egészet, akkor is még olyan összefüggések derülnek fel a filmből, és valahogy meg a jellemek azok úgy nagyon konkrétan ki vannak csiszolva, és az ember, ahogy nézi, úgy érzi őket egyre inkább élőnek. És tudod, mi még egyébként, ami szerintem érdekes, hogy annak ellenére, hogy ennyire népszerű, és ennyire tényleg ott van a toppon, érdekes módon a sztoria egyáltalán nem annyira különlegesen extrém, nincsenek benne akkora fordulatok, nincsen olyan csattanója, egyszerűen így szépen építkezik és eljut valahova, de nincs benne egy olyan, hogy így azt mondanád, mint amilyen annak idején a Matrix volt, hogy így mindenki azt mondta, hogy hát azt látni kell, mert azt nem lehet elmondani. Ez egy tök normális film. Tehát ez egy film. Igen, de ez nem, igazából nem is a cselekményben, hanem az elmesélésnek a módjában, valamint a megjelenítés komplexitásában, érzelmi és intellektuális komplexitásában egyedülálló, azt gondolom. Úgyhogy valóban mindenkinek látni kell, valóban kivétel nélkül. A zenéknek is helyük van ebben a filmben, ugyanis ez a zene, amit most hallotok, ez kifejezetten szicíliai zene, és a szicíliai jelenetekben jelenik meg ez a zene. Nekem... Tehát amikor New Yorkban járunk, akkor nem, ez a zene sosem szólal meg. Ez a zene mindig csak a Szicíliában játszódó jeleneteket festi alá. Ez Szicília zenéje a filmben. És megvannak a New Yorki zenék, azokat is Nino Rota szerezte, azok is kiválóak, de azokban sokkal kevesebb ez a nosztalgikus líra, mint inkább sokkal nagyobb a feszültség, sokkal nagyobb az erőteljesebb dallamok, mint ez a líra. Egyébként ezt akartam kérdezni, mert bennem annyira
nyom, annyira feszítesz, hogy, hogy melyik a kedvenc részed a filmben. Ezt mindenképpen meg akartam kérdezni, mert nekem ez a szicíliai rész. Tehát amikor a Michaelnek el kell hagynia Amerikát egy évre, mert van egy kis zűrös ügye, és jobb, ha egy évig nem látja senki, és akkor viszem egy Corleone-ba, ugye a szülőfalujukba, vagy amiről a nevüket kapták, és ott él, és ott igazából nem a meg is kapták, házasodik. Nem a nevüket kapták, a második részben derül ki, hogy a srác nem a saját nevét sem tudja elmondani, nem is nagyon tudnak, tehát hogy ő igazából olaszul tud, már kisgyerekként menekül Szicíliából Amerikába. És igazából nem értik, tehát hogy ő elmondja, hogy ő kicsoda, ő elmondja, hogy ő, hogy ő neki mi a neve, jött. És Corleone-ból jött, de hát ebből egy szót nem értenek, és azt hiszik, hogy ő neki Corleone a neve, úgyhogy a szülőfaluját, vagy szülővároskáját írják be névként gyakorlatilag a személy azonosságába, úgyhogy ő így lesz Corleone. Na, a lényeg az, hogy ott tölt mennyit egy évet a Michael. Meg is házasodik, és nekem ez a abszolút kedvencem a filmben, mert valami egyébként teljesen más világ, mint ami ott Amerikában zajlik, ahol építik ki a maffiát. Nagyon más világ, és hát ott is utoléri egyébként a bosszú. De mondjuk már a megjelenése is olyan, hogy amikor először látjuk, már akkor is két ember van vele, mind a kettőnek a vállán puskával, és azok mindenhova elkísérik, amikor lánykérőben megy, és a család nőtagjai kísérik őt a lányjal a hegyi szerpentinen, akkor is ott van a két ember a puskával, tehát lehet érezni, hogy őre azért vigyáznak. Hát az én kedvenc jelenetem a filmben az, amikor az öreg Don Vito hat golyóval a testében lábadozik a kórházban, ahonnan a korrupt rendőrség visszarendeli az őröket, és az öreg Don Vito egyedül fekszik bent a kórházban, és amikor Michael meglátogatja, akkor látja riadtan, hogy sehol senki nincsen, hogy visszahívták az őröket, és hogy szinte biztosan perceken belül meg fognak érkezni. Hát ebből tudja, hogy gyakorlatilag fel lett kínálva. Igen. Hogy perceken belül megérkeznek a gyilkosok, és akkor megérkezik a sütődés, akiről a film elején hallunk, hogy Enzo szeretne letelepedni Amerikában, szeretne eljönni Olaszországból, és ezt az öreg Don Vito intézi el neki. Enzo nagyon sokat köszönhet az öregnek, tehát Enzo nem egy gangster, Enzo egy pék. Egy sütődés, igen. És mondja neki egyébként a Don az elején, hogy majd egyszer valamikor kérni fogok magától valamit, lehet, hogy soha nem jön el az a nap, de tulajdonképpen Enzo itt megszolgálja ezt a segítséget, mert Igen, de ezt nem Enzónak mondja, de tudni lehet, hogy ez így működik, hogy ez így épül fel. Kinek mondja? Nem, ezt a koporsófaragónak mondja. De jó, nem van. De mindegy, mert ott egyébként egymásnak adják a kilincset, hát jó, persze, hogy összekeverten. Persze, mindenki beszeretne jutni az öreg keresztapához. És mindenki kér tőle valamit. Hát igen. Na most itt van az a szituáció, amikor hát egyiküknél sincs fegyver, de ők kiállnak a ház elé, hogy védjék a házat, és úgy csinálnak, mintha ők őrök lennének, akik védik az öreget, és megérkezik az autó a gyilkosokkal, és ők benyúlnak a zakójuk mögé, mintha ott egy fegyver lenne, és úgy viselkednek, mintha a következő percben elővennék a fegyvert, és tüzet nyitnának, de nincs a kezükben semmi. Tehát gyakorlatilag a puszta testükkel védelmezik az öreget, és sikerül megvédeniük az öreget, mert sikerül megtéveszteniük. Mivel a kórház lépcsőjén állnak ők ketten, teljesen betolva, a gengszerek, akik jönnek, a bérgyilkosok, azt látják, hogy ha már a lépcsőn ketten állnak, nyilván az épület is tele van velük, tehát ez erődítmény, nem érdemes bemenni, és így mentik így, meg. Így mentik meg, és abban az a szituáció, ami annyira erős, hogy Enzónak remeg a keze, és így utána ezt a feszültséget... rágyújt, és egyszerűen teljesen szét van esve szerint. Ezt a feszültséget, ezt nagyon jól sikerül átadni a film nézőjének. Itt válik az Al Pacinóból, aki addig a legkisebb testvér, akit abszolút nem vonnak be a család ügyeibe, a maffia dolgaiba. Itt válik igazán karizmatikus figura. Tehát itt van az, hogy felnő, és rájön, hogy felelőssége van, és rájön, hogy itt nagyon észnél kell lenni, és oda kell figyelni, különben az apját meg fogják ölni. Nagyon régen ismerjük egymást, de ez az első eset, hogy segítségért fordulsz hozzám. Már az idejére sem emlékszem, mikor hívtál meg utoljára a házadba egy kávéra. Pedig a feleségem keresztanyja az egyszem gyerekednek. Legyünk egészen őszinték. Neked nem kellett a barátságom. Gondolom, féltél, hogy lekötelezett leszel. Én csak nem akartam bajba kerülni. Megértelek, te itt megtaláltad Amerikát. Jól megy az üzlet. Vagyont szereztél, a rendőrség vigyázott rád, védtek a törvények. Mi szükséged egy ilyen barátra? Erre most idejössz és azt mondod, Don Corleone, tégy igazságot. De most se ajánlod a barátságodat magázzal, mint egy idegent. Nem áll a szád a keresztapára. Te beállítasz azon a napon, amikor a lányom esküszik és felkész, hogy gyilkoljak meg valakit pénzért. Csak igazságot kérek.
Az nem lenne igazság, a te lányod nem halt meg. Akkor szenvedjenek ugyanúgy, ahogy a kislányom. Nevezze meg az összeget. Buonasera. Buonasera. Mondd meg, milyen okot szolgáltattam, hogy ennyire nem tisztelsz engem. Ha barátsággal jössz a házamba, biztos lehetsz benne, hogy ez a két gazember még a mai napon megkapja büntetését. De ha egy magadfajta tisztességes embernek ellensége támad, akkor az az én ellenségem is. És félhet tőled. Legyél a barátom, keresztapa. És egy napon, ami el sem jön talán soha, majd én is kérek tőled valami szívességet. De amíg nem jelentkezem, ez az igazságtétel az ajándékom a lányom rakodalmáról. Grácie, keresztapa. Régo. Miniszt küld Clemenceára. Ide tapasztalt ember kell. Olyan, aki nem fog túllőni a célon. Mi nem vagyunk gyilkosok. Akármit is hisz ez a koporsó faragó. Ez a film arról szól, hogy a feudalizmus az hogyan képes tovább élni a kapitalizmusban. Hogy az a milyen feudális szerveződés, ami leginkább a koronás királyságokra jellemző az európai kontinensen, az hogyan tudod begyűrűzni az Amerikai Egyesült Államokba bűnszövetkezetek formájában, hogy gyakorlatilag a Don Corleone az itt egy király, aki létrehozott egy államot egy államon belül. Tehát létrehozott egy alternatív államot. És azok az olaszok, akik úgy gondolják, hogy őket nem védik meg a jenki törvények, és nem védik meg a jenki rendőrök, és úgy gondolják, hogy ez a rendszer ez nem az övék, és nem nekik való, ők élhetnek Amerikában is, Olaszországban. Don Corleone berendez nekik egy kis Olaszországot sajátosan olasz törvényekkel, de nem felvilágosult olasz törvényekkel, hanem a tradicionális szicíliai törvényekkel. Jó, és mik a felvilágosult olasz törvények, amik Berlusconit védik, mondjuk? Tehát az tulajdonképpen Berlusconi mennyiben különbözik Don Corleone-tól? Össze lehet ezeket a dolgokat mosni, de azért mondjuk a Olaszországban azért működnek olyan törvények, amelyek például vádalkú intézménye, hogy más működik például, hogy másra ne utaljak neked, például működnek olyan független ügyészségek, amelyek azért több ilyen maffia szervezetet szétkaptak már. Persze, hát nagyon nehéz ezekkel. Nem mondanám, hogy nagyon messzire jutottak. Nagyon nehéz ezekkel persze leszámolni, de azért időről időre volt már precedens Olaszországban, csak hát az a durva, hogy Olaszországban is a maffia újra meg újra szerveződik. Újra tudja építeni magát. És hát a Berlusconi is egy jó példa erre. Minden esetre, hogyha valaki Olaszországban úgy gondolja, hogy ő neki nincsen szüksége a jenkik jogára és a jenkik törvényeire, Amerikában. És erre az egész, mint Amerikában. Úgy gondolja, hogy ő szeretne Olaszországban maradni, Don Corleone megteremti az ő számára ennek a lehetőségét, és ezek azért lényegesen másfajta törvények. Tehát azért az amerikai törvények, vagy az Olaszországban a polgári törvénykönyv, az nem tartalmaz ilyeneket például, hogy az adott szó, meg a hallgatás, meg ilyenek, tehát hogy ez a hűség, meg ilyenek, tehát hogy azért itt ez igen, a becsület. Igen. Egyébként van is egy rész, amikor a családok gyakorlatilag kiegyeznek egymással, mert hogy elindul egy gyilkosság, illetve hát a gyilkossági kísérlet nyomán, amit a Don Corleone ellen követnek el, elindul egy nagyon brutális leszámolás folyamat, és a New York-i családok egymásnak esnek, és akkor van egy pillanat, amikor úgy vannak vele, hogy mindenki túl nagy veszteséget könyvelhet el, és ki kéne egyezni, és akkor ott mondja is a Don, hogy hajlandó ezt az egészet elfelejteni, holott éppen megölték a legnagyobb fiát, és mondja, hogy ő nem fog ezért bosszút állni, és akkor az a másik család vezetője ott. Tataja család. Igen, a Tataja családnak a vezetője így nem is hiszi el ezt először, és akkor ott monologizál egyet, föláll és elmondja, hogy ő, ha egyszer így a szavát adja, ide nem kellnek papírok, meg ügyvédek, nem kell itt szerződni. Ő most itt azt mondja, hogy ez így lesz, és akkor így lesz. És akkor így megölelkeznek, megtapsolják őket a teremben ülő többi mafiózók, és így lehet tudni, hogy ez egy olyan szerződés, ami tényleg nem lehet felrúgni. De azt tudjuk jól, hogy nem ez a vége a történetnek, mert a Corleone család később azért rendezi a számlát. De nem a Don. Hát dehogy is nem a Don. Illetve csak az nem az öreg Don. Nem Vito, hanem Michael. Thank you.
film elsősorban a hatalomról szól, a hatalomnak a természetéről szól, és arról, hogy ki alkalmas arra, hogy hatalma legyen, ki alkalmas arra, hogy hatalmat birtokoljon. Ki alkalmas Donnak. És nagyon-nagyon komplex dolog Donnak lenni. Fredo nyilvánvalóan nem alkalmas Donnak, mert karizmátlan és egy hülye gyerek, de ugyanúgy Santino sem alkalmas Donnak, mert ezek a, ezek egy vérengző állat. Igen, hát meggondolatlan, tehát ilyen hirtelen haragú. Igazán szicíliai, túl szicíliai. Igen, és a Santino nem is lenne Don, hogyha nem... Ha nem ő lenne az elsőszülött. Hát hiszen lelőtték az öreget, aki kórházban fekszik, és akkor Santino veszi kézbe az ügyeket, és egy rövid ideig ő a Don, hát addig, amíg el nem intézik, mert ugye belerohan ő is a kézbe. De Tom például alkalmas Don lenne, akit Robert Duvall játszik, csak hát a vérség. Hát Tom viszont nem tartozik a családhoz, itt az a családhoz tartozik. Hát, csak nem vérség. Ő ír, nem és az utcán meg. Találták, hát amikor kisgyerek volt, hogy befogadták, és ő lett a konsziliere, aki egy ilyen tanácsadó fél. Hát de abból, hogy ő lett a konsziliere, abból, hogy ő lett az öreg Vito, őt választott a konsziliérének, az azt mutatja, hogy az öreg Vito is tudta, hogy Tom a legbölcsebb mindegyikük közül. És Michael-t, akit Al Pacino játszik, őt arra szánja, hogy soha ezzel a bűnözéssel, meg ezzel az egész családdal, meg klánnal kapcsolatban ne kerüljön. Ő belőle tisztességes, rendes amerikait akar faragni az öreg. Igen, szenátort, meg igen, nem igen, tudom igen, mi igen, minden. Igen, Corleone kormányzót, amire hát nem kerül sor, mert hát ő veszi át a családot végül. Ennek a története a keresztapa első része, és hogy hogyan válik abból a teljesen kívülálló jó érzésű fiatalemberből az a vérengző és kegyetlen Don, aki Michael a film végére, és főleg majd a második részre. Nem mondanám lesz. Egyébként, hogy az első rész végére ő kegyetlen, hanem egyszerűen nagyon kemény kézzel rendet tesz, de ő még nem kegyetlen, hanem korrekten a család szabályai szerint rendet tesz, mert kicsit elkanászottak ott a környék. És a második részben, amikor meggyilkolja Fredót. Jó, hát az már kemény, tehát... Ott már nem ember gyakorlatilag, tehát egy ilyen állattá válik. De ez arról szól igazából, hogy nem tehetsz kivételt, tehát következetesnek kell lenned, mert folyamatosan példát kell statuálnod. Hát ráadásul még a példa... Nem teszed meg, akkor rá a fejedre nőnek. Ráadásul ennek ellenére is folyamatosan fenyegetve vannak, tehát a filmben folyamatosan az a helyzet, hogy emberek vadásznak emberekre, és van, a családon belül is soha nem lehet tudni, hogy ki az, aki éppen el fog járulni. Ugye ott vannak az apja temetésén rögtön jön az, aki őt elárulja, hogy is hívták, nem úgy van nevet, tök mindegy. Clemenza. Nem, a másik. Mindig Clemenzára gyanakodtak, de a másik az a... mindegy. És hát őt is el kell intézni. A Clemenza a kövér, és a valami Tassini, vagy valami ilyesmi, tök mindegy. Tessio az, aki elárulja ezt. Egyébként még az öreg Don mondja meg Michaelnak, még halála előtt, hogy... Hogy aki fogja a tárgyalási ajánlatot hozni, az az áruló. Igen, aki az üzenetet hozza, az az áruló, és ott a temetésen derül ki, hogy akkor ki lesz. Tehát te felvetetted az előbb, hogy mikor van az a jelenet, mikor van az a pillanat, amikor Michael kilép abból a szerepből, amelyet az apa szánt rá, és valójában elvállalja a családnak a vezetését, elvállalja. Tehát így felnő a feladathoz, hát, igazából. Tudom, hogy nem ez volt, nem de ez az első egyet. Lépés, igen, és amikor megteszi, az a rendőr. Az, igazán, amikor ez megtörténik, amikor ő először megszólal érdemben, üzleti ügyekbe beleszól az egész filmnek a során. Utána néztem annak a rendőrnek, aki kiütötte Michael. Mit találtál? Szolodzó teljesen megvásárolta, mégpedig nagy összegért. Érted? Meklovszki személyesen garantálja Szolodzó biztonságát. Meg kell értened, Sunny. Amíg ilyen apparátus védi Szolodzót, nem esett bántódása. New Yorkban még soha senki nem lőtt le rendőrtisztet. Ez egyenlő volna a tragédiával. Mind az öt család ellenünk fordulna, a Corleone családot kiközösítenék. Apa politikus barátainak meg agyő búcsút lehetne mondani. Gondolkozz egy kicsit. Ezt pénzszámításba kell venni. Jó van, akkor várunk. Nem várhatunk. Mi? Nem várhatunk. Köthetünk Szolodzóval akármilyen egyességet, apát akkor is megöli, ez biztos. Csak időt akar. Szolodzót ki kell nyírni. Máknak igaza van. Jó, mondjuk igaza van. És mit csinálunk Meklovszkival? Ha? A rendőrtől hogy szabadulsz meg? Velem akarnak találkozni, ugye? Ott lennék én, Plaszki és Szolodzó. Egyezünk bele. Aztán valahogy meg kell tudni előre a találkozó helyét. Mi ragaszkodjunk egy nyilvános helyhez. Kocsmához vagy étteremhez, ahol sok ember van. Nagyobb biztonságban érezhetem magam. Amikor találkozunk, meg fognak motozni. Úgyhogy nálam nem lehet fegyver. De ha Clemenza találna megoldást, hogy engem ott várjon egy töltött pisztoly, megölöm mind a kettőt. Hé, hey,
Mit akarsz te? Egy tanult fiatalember és beleártaná magát a család piszkos ügyébe. Le akar puffantani egy főzsarút, mert egyszer kapott tőle egy pofont? He? Ez nem hadsereg, itt nem messziről lövöldöznek, itt oda kell menned hozzá, közel és piff-puff, úgy, hogy az agya fröcskölje össze a szép öltönyödet. Ugyan, elragadott a bosszú vágy, igaz, Tom? Ez üzleti ügy és Mike személyes ügyként kezelte. Azt meg honnan veszed, hogy zsarút nem lehet megölni? Ugyan, Mikey? Tom, egy pillanat. Olyan zsarúról beszélek, aki droggal üzletel, olyan zsarúról, aki egy disznó állat. Egy undormány, egy velejéig korrupt szemét, aki még zsarúnak sem való. Valódi címlapsztori. Nekünk is vannak újságíróink, akiket fizetünk, nem? Még örülnének is a sztorinak. Igen, lehet, lehetséges. Ez nem bosszúvágy, Sunny. Az üzlet kívánja meg. Az egész konfliktust valójában az öreg Don Vito okozza azzal, hogy nem akar beszállni a heroin üzletbe, és a Tatája család bizony ezzel a törökkel az oldalán bele akarja rángatni, mindenáron bele akarja kényszeríteni a Corleone klánt ebbe a heroin üzletbe New York utcáin, és gyakorlatilag azért gyilkolják meg, nem személyes okokból, hanem azért gyilkolják meg, vagy legalábbis kísérlik meg meggyilkolni az öreg Vitót, hogy a klánt gyakorlatilag megfélemlítsék, szerintem, és megvénítsák, és ezzel belekényszerítsék ebbe az üzletbe. Igen, de nem azért, hogy megfélemlítsék, hanem azért, mert amikor tárgyalt velük a Szolodzó, a török, akkor látta, hogy a Vitónak a két fia, illetve hát a Consiglieri meg a Santino hajlandóságot mutatnak a drogra, mert ők érzik, hogy új szelek jönnek, vagy új szelek fújnak, hogy a régi üzlet volt a szerencsejáték meg a szakszervezetek, és most jön a drog, és abban van az üzlet. De én azt gondolom, hogy ővelük meg lehetne ezt tárgyalni. De én azt gondolom, hogy az öreg Don nem azért mond erre nemet, mert őnek erkölcsi aggályai vannak. Szerintem egy régi vágású. De szerintem azért, mert ő attól fél, hogy elveszíti a politikai kapcsolatait, elveszíti a szenátor barátait, tehát hogy ő szeretné megtartani a magas társadalmi státuszát, okay. És félettől az olcsó gangsterizmustól, de nem hiszem, hogy erkölcsi, igazából erkölcsi. De nekem úgy tűnt, hogy egy kicsit régi vágású, tehát ő ezt a dolgot annyira nem érti, nem tud vele azonosulni, és nem akar belemenni, mert azt nem érzi azt a pályát. Hányast adunk a Keresztapa című filmnek a 10-es skálán? Nekem 9. Nekem 9,5. Fölmerülhet a kérdés, hogyha minden idők legjobb filmjéről van szó, akkor miért csak 9,5-est adtam rá? Hát ez az én rossz ízlésem miatt van, a hibát azt ne a Keresztapában keressétek, a Keresztapa az tökéletes, csak én még nem nőttem fel hozzá eléggé, úgy gondolom. A 10-est akkor mernék adni a filmnek, hogyha úgy gondolnám, hogy én már teljes egészében értem és birtoklom ennek a filmnek a teljes nyelvi, képi, zenei, érzelmi és intellektuális szövetét. Én nem gondolom ezt. És hányszor láttad, hogy még ennyire felkészületlennek érzed magad? Hát az biztos, hogy láttam már vagy 15-ször. És ennek ellenére még úgy érzed, hogy még mindig nem nyílt meg minden számodra. Nem értek mindent teljesen. Jó.